Sziasztok, Laci vagyok, a Tárkátőt nézitek, biztos vagyok benne, hogy ti is át tudjátok érezni, hogy néha napján jó azért kilépni a stúdióból és valami mást kipróbálni. TV-teszt nem sok volt eddig a csatornán, de most egy újabb modellel gazdagítom ezek listáját, ugyanis az LG elküldte a 2019-es C9 OLED TV-t, mellé pedig jött egy szintén LG légtisztító berendezés, valamint egy okos izzó. Beszélni fogok a TV-vel kapcsolatos tapasztalataimról, a különböző AI funkciókról, és hogy miként lehet beállítani a TV-t az okos eszközök vezérlésére. Az LG köztudottan piacvezető az OLED TV-k piacán, a palettában pedig több típus is létezik, például a B9, a C9, az E9 és a W9. Utóbbi kettő különleges dizájnjával hívja fel magára a figyelmet, ezek a csúcsmodellek, ezek képességeit, paneljét és képfeldolgozó processzorát kapta meg a C9 is, jóval kedvezőbb áron, a még olcsóbb B9 viszont nem kapta meg a továbbfejlesztett Alpha 9 processzort. Még június végén csináltam egy videót, amiben elmondtam az LG E9 érdekességeit és újdonságait, most azonban a kb. 450 ezer forintról induló 55 hüvelykes C9-ről fogok beszélni, ami egyébként elérhető 65 és 77 hüvelykes változatban is. Az OLED technológia rengeteget fejlődött az elmúlt pár évben, a legnagyobb ismérve, hogy ezeknél a paneleknél nincsen háttérvilágítás, maguk a pixelek bocsájtanak ki fényt, így egy kikapcsolt pixel képes a tökéletes fekete megjelenítésére, a kontrasztarány végtelen, a színek pedig rendkívül élénkek, az LG OLED TV is megkapták a HDR10, a HLG és a Dolby Vision tanúsítványokat, tehát a dinamika, a látványvilág lenyűgöző. Az OLED paneleknél ismert fogalom a beégés, de az LG erre is gondolt, egyrészt tévén ritkán megy statikus tartalom több órán keresztül, másrészt minden kikapcsolásnál lefut egy tisztító algoritmus, így ezzel nem lesz problémád. A 2019-es LG OLED C9 TV talpa is rendkívül stabil, két részből áll, ezeket összecsavarozva kell rátenni magát a tévét, majd hátul szintén csavarokkal rögzíteni. A talp nem csak hogy jól néz ki, de hasznos is, ugyanis a TV két lefelé néző hangszórójából felénk irányítja a hangot. A panel maga pont ugyanolyan vékony, mint a falra szerelhető wallpaper TV, az elektronika itt a TV hátuljának alsó felében található. Összesen 4 darab HDMI 2.1 port található rajta, van fejhallgató csatlakozó, digitális és optikai audioport, 3 darab USB 2.0 és egy Ethernet csatlakozó is, de persze Wi-Fi, Bluetooth és AirPlay 2 támogatással is ellátták. Néhány szó a HDMI 2.1-ről. Ez a szabvány alapvetően lehetővé teszi, hogy a tévék támogassák többek között a változó képfrissítést és a lehető legkisebb válaszidőt. Természetesen 4K-s panelről van szó, ekkora felbontás mellett akár 120 Hz-es képfrissítést is elérhetünk, amit sajna még a jelenlegi generációs konzolok nem támogatnak, de ha úgy nézzük, akkor az LG C9 fel van készítve a következő generációra. Ha Xbox One X-ed vagy PS4 Pro-d van, akkor 4K-ban 60 Hz-el, Full HD-ban pedig 120 Hz-el használhatod, az input lag pedig 13 millisekundum. Amiben egyedülálló jelenleg az LG néhány idei modellje, hogy Nvidia G-Sync támogatást is kaptak, így játék közben megszüntethető a szakadozás. Az LG C9 megkapta a második generációs Alpha 9 processzort, ami elérhetővé teszi a különböző gépi tanulásos AI funkciókat, az AI képet, az AI hangot, illetve a TV-be integrált ThinkU asszisztenssel, valamint a Google asszisztens és az Amazon Alexa segítségével vezérelhetjük a TV-t, illetve a különböző hozzáadott okos otthonos eszközöket. A Magic Remote távirányítón van egy mikrofon gomb, amit hogyha nyomba tartasz, akkor hangutasításokat adhatsz ki, természetesen angolul. Ez lehet egyszerű hangerő vagy fényerő beállítás, de például a Google Home-mal és az asszisztenssel összekötve hangutasításokkal kapcsolhatjuk ki be a légtisztítót, vagy szabályozhatjuk az okos világításokat. Ehhez Google Home kompatibilis eszközökre és angol nyelvi és régió beállításra van szükség a TV-n belül is. A Google Home alkalmazással össze kell kapcsolni az okos otthonos kütyüidet, akár egyből áthozhatod a Mi Home eszközöket a Google Home-ba is, de ez az LG ThinkU appjában hozzáadott termékekre is vonatkozik. A natív 4K-s tartalmak még nem annyira elterjedtek, tévéállásban pedig egyáltalán nem jellemzők, de pont ezért van az AI kép funkció, ami elemzi a tartalom minőségét, így azt felskálázza 4K-ra. Az algoritmus a hangot is képes felturbozni, a beépített 40 wattos 2.1-es hangszórokból képes
virtuális 5.1-ös hangzást előállítani. Ha például HBO Go-ról nézel HD-s tartalmat, az is nagyon jól néz ki a 4K-s megjelenítőn, nagyon jól működik a felskálázás, ráadásul a hangélmény is kiváló, egy otthoni nappaliba szerintem külön soundbarra nincs is szükség. Persze egy natív 4K-s film sokkal jobban mutat a tévén, de tisztes távolságból nem annyira feltűnő a különbség. A webOS 4.5-ös verziója fut az eszközön, a távirányítóval varázspálcaként vezérelhetjük a tévét, ahogy azt az LG-től már megszokhattuk, a rendszer átlátható, intuitív és gyors. Nálam van egy Apple TV is, de egy ilyen TV mellett erre nem igazából van szükség. A képminőség lenyűgöző, a beépített AI funkcióknak köszönhetően pedig a kisebb felbontású tartalmak is nagyon jól festenek a 4K-s panelen, illetve a hangzás is remek. Az 55 hüvelykes LG C9 jelen pillanatban 450 ezer forint környékén van. Nyilván mindenki eldöntheti, hogy mennyiért vásárol magának tévét, már hogyha egyáltalán használ vagy vesz tévét. Az LG C9 szerintem megéri az árát, sok okos funkcióval lett felszerelve, hogyha hagyományos értelemben nem is tévézel, akkor ott a Netflix, az HBO Go, az Amazon Prime, hozzáköteted a konzolod vagy a PC-det, plusz az otthoni kütyük vezérlésére is használhatod. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna ebben a videóban, ez lenne az LG C9, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!